kicsit fáradtan kezdtük a szokások szerint, mindig így kezdjük sajnos a meccseket, nem tudom miért. Ők elkezdtek passzolgatni, ugye széthúzták a támadó sorukat, sok receiver álltak föl, és nem tudtuk őket megjammelni, és ezért nagyon lefárasztottak minket az elején. Nem tudtunk koncentrálni, és így végültek a pályán gyakorlatilag. Útében én amíg nem játszottam, nem tudom az milyen meccsek voltak, nem ez volt az első Hurricanes meccsem, de verhető csapat, nem azt mondom, hogy ennyibe kellett ma kikapnunk, sőt. Tavaly is nagyon nehéz meccsünk volt, egy nagyon jó csapat ellen kellett pályára lépnünk. Úgy gondolom, hogy most is a futójátékkal próbáltunk dominálni. Jövő héten a Tigers ellen már készülünk természetesen a döntőre, és ott mindent beleadunk. Remélem ez is pozitív hatással lesz ránk, mint a tavaly. Ugye már a kezdeti gyengélkedés után azért egyszer még talpra álltatok, utána viszont megint felül tudott kerekedni az ellenfél. Ott mi történhetett a harmadik negyed vége, negyedik eleje felé? Hát nem tudom, lehet, hogy már elkezdtünk hinni abba, hogy meg lesz a meccs. Csak az a baj, hogy ők is nagyon jó játékosok, egytől egyik. És hát ők is, amikor kell, föl tudnak állni, és oda tudják tenni magukat, amikor szükség van rá. Mi erre nem figyeltünk, és szerintem ez volt a kulcs ott a harmadik negyed végén. És akkor most a döntőben megint jött a visszavágás? Hát reméljük, hogy úgy hasonló lesz. A semleges nézők szempontjából remélem, hogy szorosabb lesz, de én volt sikerre számítok.